Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kézivezérlés extra nézőit. Mai műsorunk vendége Székely Márton, a tatabánya, kapusa. Szia Marci, köszönöm szépen, hogy beszélgetsz velünk. Szervusztok, köszönöm szépen a meghívást. Most csak ilyen szolgálati infó, nagyjából délidő, sziesta idő van. Szerencsére álmosnak látom a szemeidet, hogy alvás időben találtunk időpontot erre a felvételre, vagy csak fáradt vagy? Nem. Szerintem általában ilyen délelőtt már volt egy edzésünk, úgyhogy most picit pakoltam itthon igazándiból. Én készen álltam rátok. Egy kicsikét megkésett ez a felvétel, de azért mondom, hogy ha nem akartok velem beszélni, akkor nincs ebből részemben semmi probléma. Az én hibámból köszönjük, hogy ezt megosztottad a kedves nézőkkel is. Na nem baj. Jó, Marci, idézzünk fel rögtön kellemes emlékeket, bár egyébként nem tudom eldönteni, hogy ez a, ugye, hiszen túl vagytok most talán mondhatjuk, hogy mondjuk a tavasz rangadóján, ami a magyar bajnokságot illeti, hogy a Fradi csarnokában szereztetek egy pontot, vagy vesztettetek egy pontot, mert ugye döntetlen lett a vége, és őszintén szóval olyan furi volt a meccset végignézni, mert a végén nem örülünk senki. Hát én mindenképpen azt mondom, hogy nyertünk is egy pontot, meg talán el is veszítettünk, de mindenképpen én azt az oldalát fognám meg, a pohár mindig félig tele van, nem pedig félig üres, és tényleg az elsősorban azt emelném ki, hogy ahogyan a csapat egy ilyen Szeged meccs után fel tudott készülni, és hozzáállásban, tényleg attitűdben mutattuk mindenkinek is, hogy mi tényleg itt vagyunk, mi létezünk, mi nagyon szeretnénk ezt a harmadik helyet, ezért meg is harcolunk a pályán. Nyilván a Ferencvárosnál idegenben, úgymond, ha jól tudom, eddig csak a Szeged hozta el azt a bizonyos 2 pontot, úgyhogy mindenképpen a helyén kell kezelni így a bajnokság fontosabb szakaszában ezt az 1 pontot. Szerintem számunkra ez egy nagyon fontos pont volt, és a mérkőzés után nem véletlenül ott a Petárral és a többiekkel buszítottuk a többieket, hogy igenis nekünk kell járni azt a bizonyos örömtáncot, mert ahogy küzdött, hajtott ez a csapat 60 percig, nyilván vannak, ahogy ti is láttatok, szerintem vannak hullámvölgyeink, vannak hibáink, ez is a mi arcunk, nem mindig tudunk, és nem mindig mindenki tud hibátlanul játszani. Sajnos van olyan, hogy egy egész mérkőzésen kollektív az egész csapatnak nem megy aznap, láttuk ezt a Dabas, vagy esetleg a Szeged ellen, ezeket a hullámzásokat szeretnénk minél hamarabb kiegyensíteni. De az biztos, hogy ahogy az edzőnk is fogalmazott, mi is azt beszéltük, hogy ez viszont férfi munka volt, és küzdésből szerencsére mi egy jelest kaptunk az edzőnktől. Reméljük, hogy ezzel a küzdéssel kicsit meghálálhattuk a szurkolóinak az egész éves támogatását. Én onnan fognám meg a dolgot, hogy nyilván nem titok meg, aki ismer, az tudja, hogy hova húz a szívem ebbe a párharcba, de szerintem ez egy nagyon klassz dolog, hogy manapság nem csak arról beszélünk a magyar bajnokságban, hogy Szeged-Veszprém rivalizálás van, hanem itt a harmadik helyér kialakult egy Tatabánya-Ferencváros versenyfutás, most már nem az első évben, és valószínűleg, ahogy nézzük a következő szezont, ez folytatódni fog. És szerintem ez nagyon jót tesz a magyar férfi kézilabdának, a bajnokságnak is, meg a csapatnak is, mármint a résztvevő csapatoknak benne, mert tényleg ez olyan, mintha a bajnoki címért futnátok versenyt, mert ez a harmadik hely ennek a két csapatnak legalább ugyanannyit ér, különösen, hogyha egy Európa Ligás helyünk lesz. Ha jól emlékszem, még a Mátkés időszakban beszéltünk arról, amikor megnyertük a harmadik helyet, hogy igazándiból megnyertük a magyar bajnokságot, mert tényleg a másik két BL csapatunk Magyarországon belül olyan nagyságokban mozog, akár játékos keretileg, akár bármilyen összehasonlításban, hogy talán a Tatabánya, és utána nyilván a rosszul fogalmaztam, mert nem magunkat fogom előre hozni, hanem ugye nyilván a Ferencváros, a Csurgó, a Balatonfüred, idén a Budakalász is nagyon, nagyon remekel minden olyan csapat, aki szeretne odaérni
a bármilyen európai kupa helyért, és nagyon örülünk annak, hogy Tatabányán az idei szezonban a saját kezünkben lehet ez ismételten, hogy a harmadik helyért még van reális célunk, még van reális elvárása a klubnak, meg a játékosoknak, hogy akár még idő előtt odaérhessünk és lezárhassuk ezt a versenyfutást. Hát most torony magasan azért hívajtok a legkedvezőbb pozícióban, sőt, most nagyjából úgy áll a helyzet, hogy de azért ezt most már csak tiranthatjátok el, nem? Hátralévő meccseket. Hát azért sosem mehetünk biztosra, tehát... Azt nem mondom, olyan tiranthatjátok el, az nem ugyanaz. Így van, ezért is fogalmaztam úgy, hogy végsőképpen a saját kezünkben lehet a sorsunk, nyilván olyan mérkőzések állnak előttünk, ahol a mostani formai ingadozásunk mellett nagyon-nagyon éles mérkőzésekre is számíthatunk, de az is lehet, hogy pont úgy jön ki a lépés, hogy ahogy a január után, februárban kezdtük a bajnoki folytatást, hogy hazai meccsen nem tudtunk 40 gólnál kevesebbet szerezni. Utána nyilván jött egy válogatott szünet, mindenki elment, utána visszajött, más terheléssel voltak a játékosok. Ahogy miről már beszéltünk, beleszaladtunk esetleg nem kalkulált vereségekbe, és egy nagyon csúnya képet mutattunk hazai pályán egy Szeged ellen. De éppen azért... Marci most már sokat hozott szóba, én is nyilván akartam, akkor itt tegyünk már egy zárójelet, hogy volt utána valamilyen válságtanácskozás, mert tényleg az a Szeged meccs az még kívülálló számára, és én nem láttam csak az eredményt, de az csúnya volt eléggé, hogy utána ti ezt hogy értétek meg ott házon belül? Hát természetesen férfi emberek vagyunk, nem mutogatunk a másikra, hanem mindenki próbálja a megoldást keresni, nyilván minél hamarabb, hiszen tudtuk, hogy azért jön egy ilyen Ferencváros elleni mérkőzés, amit hogyha ugyanígy, vagy ugyanolyan gyenge szerepléssel, vagy esetleg rosszabb hozzáállással hozunk le, akkor ugyanúgy cson nélkül ki tudunk kapni a Fradinál, ahogy esetleg azt tettük tavaly, hiszen tavaly nem tudtunk még egy pontot sem elhozni az Elegyura arénából. Összeült a csapat, összeültünk az edzőkkel együtt, nyilván a klub is tett olyan lépéseket, hogy elbeszélgetett a játékosokkal, és megkérdezte, hogy mi az, amiben esetleg ők az oldalvonalon túl úgymond tudnak esetleg nekünk segíteni, vagy mi lehet ennek az oka. Mindenki próbált megoldást keresni saját magában, a csapaton belül, és úgy gondolom, hogy egy remek felkészüléssel a heti felkészülésünk az jól sikült. A Ferencvárosra teljesen más impulzusok értek minket, teljesen más felfogásban, más emóciókkal próbáltunk felkészülni erre a úgymond rangadóra, és éppen ezért mondom, hogy szerintem mi megnyertük azt az egy pontot, bármi is történt az utolsó egy percen belül. Mindig vannak hibák, mindig hibákkal játszunk, mi azért nem vagyunk gépek, mi ugyanúgy emberek vagyunk, ahogy mindenki más, és az a csapat egység, és az a csapat erő, ami ilyenkor nem mutatkozik, meg utána, mérkőzés után is, az, ami építi a csapatot, és amiből tudunk építeni, és tovább vinni ezt a jó lendületet, remélem, hogy a hátrajövő 5-6 fordulóban. Egyébként pontosan, hogyha itt leültetek átdumálni, hogy milyen a helyzet, foglalkoztatok-e azzal a problémával, amit azért látunk az egész szezonban, de nem csak ebben a szezonban, hanem korábban is, hogy vannak ilyen blackoutok a Tatabánya szezonjában, még egy-egy mérkőzésen belül is, hogy így teljesen leblokkol mindenki. Aztán egyébként ezen a Fradi meccsen is volt ott az első fél idő vége felé egy komoly leállás, aztán újraindult a motor, de a bajnoki sorozatot, ha nézzük, akkor vannak ilyen meccsek, hogy nem hisz az ember a szemének, hogy mi van, hogy -5-en nem tudom ki ellen, aztán egy jóval gyengébb képességű csapatot alig tudtok megverni, vagy akár ki is kaptok tőlük. Mitől van ez, vagy mit gondoltok, hogy hol van ez a probléma megoldásának a nyitja, hogy kicsit egyenletesebb legyen a teljesítmény? Nyilván ezt nagyon jól látod, szerintem ezt más is látja. Tehát most is, ha csak a Fradi meccset vesszük, akkor az első fél idő középső 10 percében csináltunk egy 1-8-at,
Fradi javára, és a másik fél idő derekán szintén volt egy ilyen üres jártunk. Ez a két 10 perc, ez ha rosszabb napot fogunk ki, akkor tényleg végső eredményt is szülhetett volna, de nagyon örülök, hogy tényleg felálltunk ezekből, és tényleg ez sajnos az jellemző a bányászra, hogy vannak ezek a kisebb-nagyobb kikapcsolások, üres járatok, esetleg meg nem értések pályán belül. Szerintem ez minden csapatnál van, nagyobb, kisebb hullámzásokkal. Ez ugyanúgy az edző és a játékosok feladata, hogy az összhang, ami szerintem megvan mindenki között, azokkal együtt ezen dolgozva meghozzuk azt az egyenest, ami a jó, illetve a kimagasló eredményességhez szükséges. Igazából, amikor ilyen történik egy csapattal, két okos szokott lenni a tapasztalatom szerint. Az egyik, mikor azért játszanak nagyon jól egy bizonyos időszakban, mert fölötte játszanak a saját tudásuknak, és amikor visszaérnek a saját tudásukra, akkor jön a visszaesés. A másik lehetőség az, amikor végül is saját szintjükön játszanak, de úgy érzik, hogy hát ez már menni fog. Úgy érezzük, én is mondom, mint volt játékos, mert beleestem ebbe a csapdába többször is a csapatommal, ami ugyanaz is volt, mint a tiéd. Tehát amikor azt érezzük, hogy hát ez most már menni fog, egy kicsit lazábban lehet egy-két olyan dolgot csinálni, ami esetleg nem annyira fókuszált, és akkor hiba, egymásnak átadjuk a hülyeséget, és akkor visszahúzódik a csapat. Te hogy látod most, hogy ez inkább melyik fajta probléma szokott lenni, hogy néha túl könnyedén veszitek, amikor jól megy, és akkor abból van a visszaesés, vagy sokszor játszotok a fölött, amit valójában tudtok, stabilan, és amikor visszajön a realitás, akkor van a visszaesés. Én még beletennék talán még egyet. A kapusokat. Az elmúlt években ez nagyon hangsúlyos volt, hogy a bányásznál olyan nagyon ritkán van, amikor mindenki egészséges. Tehát pont az elmúlt időszakban beszéltük, hogy ebben a másfél éves szezonban tavaly februárban volt egy Fradi elleni kupameccsünk a régi csarnokban, a Földi Imrében, amikor teljes kerettel játszhatott a csapat. Azóta mindig voltak vagy betegségek, vagy kisebb sérülések, vagy nagyobb sérülések, vagy éppen visszatérők, akik nyilván te is nagyon jól tudsz, hogy nem ugyanabban a formában játszanak, vagy nem ugyanabban a ritmusban játszanak, vagy éppen még egyáltalán nem érzik azt a ritmust, amit előtte tudtak. Ez nem kifogás, tehát ez minden csapat életében ez előfordul, de az tény is való, hogy ez nem feltétlenül segítő, inkább talán hátráltató, vagy éppen egy olyan lazább talajt ad a csapat alá, ami úgymond egy ilyen vagy fej, vagy írás eredményt okozhat. Nyilván mi nem vagyunk azért világsztárok, tehát egy párunknak megadatott a szerencse, hogy játszhattunk BL csapatban, és tudjuk azt, hogy milyen az, amikor egy BL csapat elmegy mondjuk egy bármilyen bajnokságban, most inkább maradnék a Portugálnál, mert ott azért ez elég szembetűnő volt, hogy a Portóval elmentünk esetleg egy szigetre játszani, aki éppen a kiesés elől menekült, és nyilván a fél időben még ők vezettek, mert úgy gondolták a kubai portugál játékosok, hogy akár 13 méterre föllépnek labdát szerezni, mert ez az a meccs, amikor inkább jól érzik magukat és játszanak egy jót, nem pedig bármilyen taktikai repertoárt elővettek volna. Van erre példa, de én azt gondolom, hogy ennél a csapatnál erről nincsen szó. Itt mindenki keményen dolgozik, hétköznaponként tudja nagyon jól a helyét, a misszióját, hogy minek kell megfelelnünk, hova szeretnénk odaérni, viszont ahhoz nekünk minden egyes ellenfél ellen tényleg 100%-ot kell nyújtani. Azért is próbáltam a portugál példát hozni, mert a magyar bajnokság sokkal kiegyensúlyozottabb. Tehát, amit te is mondtál, első fél évben az Eger otthonában csak egy góllal tudtunk nyerni, és nyilván van egy ilyen kettős arca a Tatabányának, mint ahogy annó volt olyan is, hogy csak 18 gólt kaptunk a Szegedtől, és tudtunk nyerni hazai pályán, vagy mi voltunk az egy csapat az elmúlt 30 évben, aki elverte a Veszprémet. Tehát nyilván vannak ilyen oldalai is ennek a nagyszerű csapatnak, meg vannak sajnos úgymond sötétebb oldalai is, de nyilván amiről már ezerszer beszéltünk, hogy a formaidőzítés, a görbék kiegyenesítése, a különböző
változások, plusz impulzusok, behozatala, ezek azok, amiket próbálnak az edzők minden hétköznap behozni, mint például a múlt héten volt egy nyílt edzésünk, ahol nagyon sok pozitív gondolatot és plusz erőt kaptunk, több mint 150-en jöttek el erre a nyílt edzésre, úgyhogy igazán csak két nap előtt lett meghirdetve hétköznap munkaidőben, úgyhogy ezután is szeretnénk tényleg mindent megköszönni nekik is, meg a szurkolóinknak, akik végig támogatnak minket, mert tudjuk, hogy ez egy közös út, ez egy közös cél, hiszen ők is szeretnének harmadik lenni, és ők is nagyon szeretnének Európába utazni jövőre. Hagyj kérdezzek, nem jutok szóhoz. Figyelek. Muszáj, mert annyit dolgot érintesz, és aztán elkanyarodunk, mert én még egy aspektust azért behoznék, persze kérdés szinten, hogy azért nagyon komoly meghatározó emberek távoznak a csapattól. Ez hat bármennyire szinten zavaró tényezőként? Juhász Ádi, Győri Matyi, Ancsin Gábor, ugye ők mind csapatot váltanak, ez nem zavar be egy kicsit a rendszerbe? Most mondod, hogy mindenki szeretne Európában játszani, elég abszolút helyzet, de ha ők mondjuk nagyon szeretnének Európa Ligában játszani, akkor lehet, hogy ezt nem a Tatabányával fogják megtenni, hanem a mostani ellenféllel. Tehát még ez egy elég bizarr szitu volt így, nem? Teljesen őszintén, itt mindenki profi. Tehát itt senkiben nem fordul meg az, hogy esetleg az Ancsin Gabi vagy a Győri Matyi azért nem játszik, hanem azért nem játszik, mert sérült, és nem tud játszani. Tehát nem tud a klubnak vagy a csapatnak a hasznára lenni jelen esetben. A Győri Matyira az is lehet, hogy a szezon hátra levő részében esetleg nem tud számítani a csapat. Senkiben meg sem fordul ez, hogy esetleg az Ancsin Gabi azért nem viszi be a labdát, vagy azért passzolja el, vagy azért bármi, vagy a Juhász Ádival, vagy esetleg a külföldiekkel, akik szintén nem maradnak, mert itt mindenki saját, elsősorban nyilván a csapatért, saját magáért, a jövőjéért, mindenért harcol és küzd, és azt gondolom, hogy ezen a szinten nem teheti meg saját magával szemben sem, hogy az eredményességet úgymond maga mögé tegye más külső hangok kapcsán. Úgyhogy ha ezek úgymond bárkiben megfordulnak, akkor ezeket nyugodtan is hesegetheti, mert ezek sokkal profibb játékosok vannak itt, mint hogy ezt egyáltalán ők fel is vegyék, hiába hallja mindenki, meg nyilván ismerjük, hogy milyen a szurkoló gondolkodása, de azt tudnia kell mindenkinek, hogy itt csapatkapitányról, csapatkapitány helyettesről, több mint 10 éve itt játszó játékosokról beszélünk, úgyhogy itt mindenki azért küzd, hogy a Tatabány eredményes legyen. Abszolút egyébként, én inkább csak a fókusz élességére gondoltam, hogy ezt nehéz lehet. Jó, de szerintem váltsunk is témát, mert ha az elején azt mondtad, hogy ugye a pohár mindig tele van, akkor... Félig igazad van, félig mindig tele van, akkor figyelj csak, ha azt mondom, hogy válogatottság, akkor hogy tudod félig tölteni azt a poharat? Mert amilyen utat te itt bejártál az elmúlt két évben, az mondjuk hát nehezen hozza magával a happy optimizmust. Hogy dolgozott fel, hogy... És egyébként nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi történt, hogy kerültél ki ennyire a Pixisből. Én azt gondolom, hogy itt megint csak azt az oldalát fognám meg, hogy játékosok vagyunk, mi azt követjük, azt az útat követjük, amit az edzőink előírnak nekünk. Természetesen, hogyha a Csema úgy gondolta novemberben, hogy engem most... hogy most velem ugye nem számol a következő edzőmeccseken, illetve esetleg majd meglátja, hogy az Európa-bajnokság hogyan alakul a helyzet, és ezt mindenképpen vegyem motiváló tényezőnek, akkor én ezt motiváló tényezőnek veszem, és azért próbálok dolgozni minden nap, hogy természetesen a saját klubcsapatom eredményes legyen, és utána pedig, hogyha a vállalatot meghívót ismételten megkaphassam. De mindenképpen félig tele, tehát ismételten, sőt, most mondhatjuk azt, hogy teljesen, hiszen a magyar kézilabdázás az elmúlt, ha jól tudom, 10-12 évében nem jutottunk ki az olimpiára, úgyhogy ez egy hatalmas bravúr, és én személy szerint külön... Egy szurkoló vagy, hanem te a két évvel ezelőtt még aktív tagja voltál az ünnepelt magyar válogatottnak,
nagyon külső szemlélőnek nem nagyon esett vissza a teljesítményed, tehát ezért kérdeztem, hogy mi volt ennek az előzménye. Hát a sportoló vagy, meg emberi érző ember vagy, hát ezt nem tudom elképzelni, hogy ez nem bánt téged, ami történt. Nem feltétlenül a bántó részét fognám meg, mert az eléggé negatív, és megint egy ilyen, nem tudom, inkább egy rossz ízt teremt, hanem tényleg a mindenkori edzőnek, legyen az vezető edző, legyen az válogatott szövetségi kapitány, teljesen mindegy. Én azt gondolom, hogy van egy terve, van egy kalap, amiből ő szeretne dolgozni, és hogyha valami oknál fogva legyen az teljesen bármilyen tényező, éppen esetleg a kalapon kívülre kerülsz, akkor meg kell mindent tenned azért, hogy jó dolgozz, hogy megfelelő teljesítményed legyen, hogy esetleg visszakerülhess ebbe a kalapba. Az, hogy ez esetleg mennyi időt vesz, vagy ugye mennyi ideig kell erre a meghívóra várnod, vagy esetleg valaha még időben megérkezik, az egy másik dolog, az egy másik tényező. Én egyszer ezt már lenyilatkoztam a Veszprém meccs után, hogy természetesen én tiszteletben tartom, és tiszteletben tartottam az ő döntését, és soha nem kérdőjeleztem meg egyik edzőnek sem akár a meccsen hozott döntését, vagy utólagos bármilyen kerethirdetését. Mindig próbáltam még keményebben, vagy még jobban dolgozni, hogy ez átforduljon esetleg az én részemről pozitív irányba. Javíts ki, nem gondolom jól, de én azt hiszem, amennyire ismerlek, hogy azért az, hogy a Bartusz Laci került végül is abba a pozícióba, ahol van, akit nap mint nap látsz, meg látod a teljesítményét, meg jól ismered, meg tényleg kollégád inkább, mint bármelyik másik kapus, ugye? Ez inkább azért jó érzés, nem? Teljes mértékben, persze. Tehát egy olyan srác került a helyedre, aki tényleg ezt nagyon megérdemli, mert ha arra gondolsz, hogy mennyi évet várt ő is erre, szóval én lennék ebben a helyzet, biztos jobban fájna, ha mondjuk a Csurgónak vagy a Komlónak a kapusa kerülne oda. Ez így egy kicsit gyógyír, nem? Hát azt tudni kell a mi kapcsolatunkról, hogy ugye a Lackó Békés Csabáról érkezett ugye a Plerhez, amikor én ugye már ott voltam a Plernél, tehát mi mondhatjuk azt, hogy már kiskorunk óta kapuspárost alkotunk, illetve alkottunk. Utána összefújt minket a szél Csurgón, majd a Tatabánya az én időszakom első részében, és most újra. Tehát mi mindenhol jó párost alkottunk, minden jó kapcsolatot is ápolunk, úgyhogy mondhatom azt teljesen, hogy baráti a viszony, és éppen ezért én minden egyes mérkőzés után én írtam neki üzenetet, meg a többieknek is. Akár ez a januári EB-ről legyen szó, akár a mostani olimpiai selejtezőnél, hát írd és mondd, hogyha a Lackó nem úgy játszik és nem úgy véd, akkor ez lehet, hogy ez a válogatott nem jut ki az olimpiára. Úgyhogy az tény és való, hogy az a plusz munka, amit ő ebbe minden nap, és én ezt látom ugyanúgy, és remélem, hogy ahogy ő motivál engem, úgy remélem, hogy én is tudom valamilyen szinten motiválni őt minden nap. Külön edzéseket szoktunk csinálni a kondiban, bárhol, akkor nagyon sokat szoktunk egyeztetni, tehát tényleg nekünk nagyon jó kapcsolatunk van, nem csak munka, hanem magánéleti is. Úgyhogy voltunk már együtt talán Dusebájev idejében kapuspárosként a válogatottnál, úgyhogy nem tudom, hogy az olimpia kapcsán, az olimpiáig, illetve az olimpia után milyen tervei vannak a Csemának, de nyilván mi nagyon jól megértjük egymást, és én tényleg tiszta szívből kívánom neki, illetve mindenkinek, aki mindig ott van a válogatottnál, hogy jó eredményt érjen el, hiszen ez a magyar kézilabdázásnak a legfontosabb dolga és része. Abszolút elébe mentél a következő és egyben utolsó kérdésemnek, hogy Csemával egyeztettetek-e korábban, egyeztettetek-e most, tehát egyetlen vagy beszéltek-e, és a te terveid, közeli terveid között szerepele még a párizsi olimpián való részvétel, még nem volt kerethirdetés, tehát te kitűzött célként lebegteted magad előtt, hogy igenis van még szansz, hogy kerettag legyél az olimpiára? Andis, teljesen őszintén én úgy gondolom, hogy első körben abból fog meríteni a szövetségi kapitány, akikkel esetleg a selejtezőkön részt vett, hiszen Adeg akkor volt a legbiztosabb ezekben a játékosokban. Ha
ha ne adj Isten, nem tudom, az következő 6 fordulóban, mind a 6 meccsen, most félre ne, és ez egy erőltetett példa, mind a 6 meccsen 60 percet játszanék valamiért, és 100%-ot nyújtanék, és nem kapnánk gólt, és nyernénk 40-0-ra minden meccsen, az lehet, hogy felhívná egy extra figyelmet, de szerintem ő tudja az én munkámat, tudja az én munkamorálomat, és azt, hogy esetleg én mire vagyok képes, hiszen az elmúlt nem is tudom, mikor ült le segítőnek és másodedzőnek, de mi már dolgoztunk együtt, mi már úgymond megéltünk pár csatát, pár szerencsére pár jó teljesítménnyel is tudtam szolgálni az ő keze, vagy az ő kezei alatt, vagy kezeik alatt a válogatottat, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ő tudja, hogy úgymond mi a telefonszámom, és hogyha szüksége van rám, én ugyanolyan jó, hogy én bármikor elmegyek bármerre. Úgyhogy nem is vagyok fiatal, nem is vagyok öreg. Mert ha azt veszük, mi egy korosztály vagyunk a Lackóval, nyilván nem vagyok még 40 éves, talán a mi posztunkban ez egy, úgy is nevezhetnénk, hogy talán ez egy jó időszak ahhoz, hogy játszon az ember, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy fizikálisan jól érzem magam. Úgyhogy ha esetleg nem is Párizsra, valami miatt nem számol velem, vagy esetleg utána, akkor talán Los Angelesre reméljük, hogy fog. És én azt szeretném, hogy újra tagja lehessek ennek a magyar válogatottnak, mert nagyon, nagyon büszkévé teszi minden játékost, aki ott lehet, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a srácok, bárki is kerül oda, velem, nélkülem, a példa miatt most ez így teljesen mindegy, biztos vagyok benne, hogy mindent megtesznek, hogy büszkévé tegyék az országot. Marcéz, olyan tökéletes végszó volt, hogy nem is faggatnánk tovább. Köszönjük szépen, hogy beszélgetünk. Én is nagyon szépen köszönöm. És hát minden terved és álmod váljon valóra. Nagyon szépen köszönöm nektek, sziasztok! Köszönjük, sziasztok!